Best for Soil! Talajeredetű betegségek, gyakorlati információk. Hello! Miguel vagyok, és növénypatológus vagyok. Ami azt jelenti, hogy növényi betegségeket tanulmányozok. Ebben a Best for Soil videóban a talajeredetű betegségekről, azok felismeréséről és fontosságukról találsz magyarázatot. A talajeredetű betegségeket a talajban élő organizmusok okozzák, amelyek megfertőzik a növények gyökereit, rizomáit vagy szártövét. A talajban nagyon sok apró szervezet él. Ezek többsége részt vesz a szerves anyagok lebontásában. Hozzájárulva a növények táplálásához és a talaj egészségének fenntartásához elengedhetetlen szerves törmelék, ásványi anyagokát és szerves anyaggá alakításához. Noha ezek a szervezetek gyakorlatilag jótékony hatással vannak a növényekre, ezek kis hányaduk megzavarhatja a növény normál működését, a növény megbetegítve. Azokat a mikroorganizmusokat, amelyek ezeket a betegségeket okozzák, talajeredetű növényi kórokozóknak nevezzük, és a betegségeket talajeredetű betegségekként soroljuk be, mivel a betegségeket okozó organizmusok életciklusuk egészét vagy egy részét a talajban töltik. A talajeredetű betegségekhez számos általános tünet társul. Sok tünet először a gyökereken vagy a száró jelentkezik, mivel ezek a növényi szervek közvetlenül érintkeznek a talajjal. A fonálférgek a gyökerek sérüléseit vagy deformációját okozzák, a gombák nekrózist, szövetrothadást vagy üszkösödést okoznak. Néhány kórokozó közvetlen hatással van a betakarított növényrész minőségére, például a sárgarépánál. Más esetekben a gombák kolonizálják a xilémereket, miután behatolnak a gyökerekbe, csökkentve a víz és az ásványi anyag felvételt. Ennek következményeként később sárgulás vagy hervadási tünetek alakulnak ki. A forró és száraz körülmények felgyorsítják a betegség tüneteinek kialakulását. A tünetek összekeverhetők az öntözés hiányával, ezért a helyes diagnózis elengedhetetlen ahhoz, hogy megtudja, korokozó okozta -e a tüneteket. A talaj tovább jótékony kezeléséhez diagnózisra van szükség. A talajeredetű betegségek felismerésének egyik problémája az, hogy a betegség fejlődésének korai szakaszában a növény föld feletti része, például a levelek vagy a szár, nem mutatnak tüneteket. Az is lehetséges, hogy a föld feletti tünetek nem jelennek meg. Ez akkor fordulhat elő, ha a betegség nem túl erős. Ennek ellenére még a világosan felismerhető tünetek hiányában is csökken a növény növekedése és hozama. A levegőben terjedő betegségekkel ellentétben, ahol a tünetek jól láthatóak, és ahol fontosságukat néha túlbecsülik. A talajeredetű betegségek hatását gyakran alábecsülik, mivel nem észlelhetők a tünetek. Ha a körülmények kedveznek a talajeredetű betegség kialakulásához, az összes növény elpusztulhat, ami katasztrofális a termelő számára. Például a Verticillium dálie egy a gyökerekbe behatoló gombafaj, amely megtámadja a betegségre fogékony növény anyagszállító szöveteit, hervadást okoz, később pedig az egész növényt elpusztítja. Más gombás kórokozók, például a Coletrotrium kokkódez elpusztíthatják a fertőzött növények gyökereit, amelyek ettől kezdve nem képesek víz- és tápanyagok felvételére. Következésképpen csökken a növény növekedése és hozama. A növényi fonálférek paraziták szintén veszteséget okozhatnak a hozamban és a minőségben. Néhány fonálféreg egyetlen növényre vagy növénycsaládra specializálódott, például a burgonya cisztás fonálféreg, amely csak a burgonyát fertőzi meg. Más fonálférgek fajai polifágok, ami azt jelenti, hogy számos növényt megfertőznek. A gyökér fonálférgek, a meloidogűne fajok ebbe a csoportba tartoznak, és egész Európában számtalan növénynél okoznak problémát. A metilbromid egy erőteljes kémiai talajfumigálószer kivezetésével a talajban élő gombák és fonálférgek fontossága ismét nőtt. A talajeredetű kórokozók által okozott veszteségek miatt sok figyelmet és erőfeszítést kell fordítani a lehető legtöbb kórokozó inaktiválására és eltávolítására a talajból az új növény telepítése előtt. Ehhez korábban nagyon mérgező kémiai fumigálószereket vagy gőzt alkalmaztak a talajban, a talajfertőtlenítése ezen megközelítések alkalmazásával azonban költséges és káros a talajban élő valamennyi organizmus számára, ideértve a jótékony mikroorganizmusokat is. Az intenzív mezőgazdaság évtizedeken át adagolta túl és használta rosszul a talajfertőtlenítőszereket, ezáltal csökkentve a művelhető talajok élettartalmát, valamint súlyos hatással bírva a talaj természetes termékenységére. A talaj élete és egészsége helyreállítható. Számos gyakorlat járulhat hozzá a termékenységi szint helyreállításához vagy fenntartásához, és segíthet elkerülni és csökkenteni a talajeredetű betegségek által okozott járványok súlyosságát. Ezen gyakorlatok némelyikét a besforszony népszerűsíti, mint például a komposzt és az organikus adalékok, a takarónövények és a zöld az anaerób talajfertőtlenítés és a bioszolarizáció, amelyek mindegyike azonnal alkalmazható és adaptálható.